minden rendalapító az Úristennek a küldöttje. Jókor érkeznek, Szent Ferenc is, Szent Benedek is annak idején, és galilei kortársa volt az én rendalapítom. És akkor kezdett szétszakadni a hit és a tudomány. Nem kis tragédia ez. És akkor ő létrehozta azt a tanítórendet, a piaristákat, ahol a jelmondatunk az, hogy vallás és tudomány. És nagy örömmel olvastam II. János Pál pápának a Fidészet Ráció, tehát hit és értelem körlevelét, mert rólunk szól. Pontosabban minden keresztény hívőről, és abban azt lehet olvasni, hogy a hit és az értelem olyan, mint egy madárnak a két szárnya. És ha valamelyik, most folytatom ezt a hasonlatot, törött, akkor nem tud égbe emelkedni, nem tud fölfele emelkedni az ember. Sajnos sokan félreértik a hitet, holott ismereteinknek minimum 99%-a az hitből fakad. Nem pont a keresztény hitből, hanem hogy tekintélyi alapon. Elhiszem, hogy milyen magas a Montpeveres, mikor volt a Mohácsi csata, Petőfi mikor született. Tehát aki a hittel gúnyolódik, az műveletlen, és egy alapvető ismeretforrást utasít el. Az egyháziskolának kettős kötelezettsége van. Albert Einstein mondja azt, hogy a vallás tudomány nélkül vak, tehát babona lesz belőle. És Einstein folytatja, a tudomány pedig vallás nélkül béna. Nem tudja, merre induljon. Nagyon örülök, hogy 3 év óta Magyarországon kötelező vagy a hittan és erkölcstan, vagy az erkölcstan. Mert hogy a tudását ki mire használja föl, jóra vagy rosszra, épít vagy pusztít, azt az erkölcs mondja meg. Amikor erről szóltam, hogy a hit az egyik szárnya az embernek, akkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy a legnagyobbak a tudósok közül istenhívők voltak. Newtont idéztem még, az öreg Newton, tehát nem kell őt bemutatnom, ezzel búcsúzik az élettől, ezzel a vallomással. Úgy érzem magam, mint egy kisgyermek, aki az óceán partján kagylókkal, kavicsokkal játszogat, talál érdekesebbeket is, de előtte az egész óceán ismeretlen. A tudósságnak, emberségnek, a hasznosságnak, hogy valaki tud használni, nem pedig önző, ez az alázat az alapja. És úgy fogalmazott előadásában, hogy a természettudomány lemondott a lényeglátásról. Ezt hogy egészítheti ki a hit? A mérés, a kísérletezés az egy módszer, de csak a természettudományban hiteles módszer. Emberekkel kísérletezni aljasság. Tehát az nem egy kísérleti eszköz, nem egy tárgy, hanem nagy tisztelettel, a maga páratlanságával lehet csak az emberek fele fordulni, és a természettudományokat, mind a humán tudományok, mind a vallás ezekkel egészíti ki. És hogy lehetne meghatározni, hogy mi az, hogy tudomány? Ma annyi minden tudománynak tekinti magát. Mindennek alapja a filozófia, vagy a, hogy mondjam, az ellentmondás elve, a harmadik kizárásának az elve. Tehát körülbelül 2500 év a görögöktől kezdve lerakta a gondolkodás alapjait, és azóta ezen nem történt változás. Tehát nyugodtak lehetünk abban, hogy ha valami tudományos volt mondjuk ezelőtt 600 évvel, persze, hogy ott is lehettek félreértések. Tehát a történelem kirostálja azt, ami hamis, viszont egy örök tudomány a matematika. Ez egyik szakom. Tehát ott semmi nem tudja módosítani mondjuk a Pitagórász tételt vagy bármi mást. Tehát azt tartom legfontosabbnak, hogy minden tudomány ágnak megvannak a maga eszközei, hogy ki mondja, hogy tudományos vagy nem. Matematikában a legfontosabb, hogy a rendszerben ne legyen ellentmondás. A tudás átadására iskolákat alapítunk. A hit átadása, az hol történhet, hogyan történhet, mintha ez akadozna a mai világban? Hát engedhessék meg, hogy a piaristákra térjek vissza. Aki igazán nagy volt a magyar történelemben, legalábbis jócskán, az piarista diák volt. Tehát Kossuth, Széchenyi, Deák, Vörösmarty, Madács, aztán, hogy mondjam, Semmelweis, Eötvös Loránd. Tehát amikor a teljes emberségről szóltam, akkor mondhatom azt, hogy a mély igazságkeresés a tudományban elvezet Istenhez. Tehát azért igényesek a piarista iskolák, hogy egyrészt nem mondják azt hamisan, hogy minden
ki lehet bogozni a matematika vagy fizika módszereivel, és a másik is igaz, hogyha valaki mélyen vallásos, akkor szeretné jobban megismerni az Isten teremtette világot, és odafordul a fizika, kémia, biológiai eszközök felé, hogy az Isten csodálatosságát még jobban megismerje.